Autóked rajzolás közben sokszor szükség van arra, hogy rajzelemeket jelöljünk ki. Ezt legkönnyebben a szálkereszt közepén látható céldobozzal tehetjük meg. Vigyük a kívánt rajzelem fölé a szálkeresztet, majd nyomjuk le az egér bal gombját. Ekkor a rajzelem kijelölése kerül. Ezzel a módszerrel egymás után több rajzobjektum is kijelölhető. A kijelölés az Escape billentyű lenyomásával szüntethető meg. Mi van akkor, ha egymás után sok rajzelemet szeretnénk kijelölni egyszerre? Nyilván az előző módszer nem túl praktikus ilyenkor. Erre találták ki a kijelölés kijelölődobozzal vagy téglalappal módszert. Vigyük a szálkeresztet a modelltér egy olyan részére, ahol nincsen rajzobjektum. Nyomjuk le az egér bal gombját, majd mozgassuk el az egeret. Ilyenkor megjelenik a kijelölő téglalap vagy kijelölő doboz. Ha bal felső sarokról indítottuk el a kijelölést, és húzzuk az egeret a jobb alsó sarokban, akkor a kijelölő doboz folytonos szegéllyel és kék áttetsző színnel jelenik meg. Ilyenkor csak azok az objektumok fognak kijelölődni, amelyek teljes terjedelmükkel a kijelölő dobozon belül találhatóak, mint például a kis egyenes a doboz közepén. Láthatjuk, hogy amikor befejeztük a kijelölést, csak az az egy objektum jelölődött ki, amely teljes terjedelmével a kijelölő dobozon belül volt található. Ha még egyszer indítom a kijelölést, és tovább húzom a dobozt, akkor ahogy egyre több rajzobjektum fog teljes terjedelmével belül helyezkedni a kijelölésen, így egyre több rajzelem fog kijelölődni, mikor a kijelölést lezárom. A másik módszer az, amikor a jobb alsó sarokból indítom a kijelölő dobozt, ilyenkor a kijelölő doboz szegélye szaggatott, és zöld áttetsző kitöltése van ellátva, ilyenkor már minden olyan objektum, amelyet elmet ez a kijelölő doboz, bele fog kerülni a kijelölt rajzelemek listájába. Így, ha most befejezem a kijelölést, így a kör, az egyenes, és ha tovább húzom, a téglalap is már ki fog jelölődni, hiszen elmetszette a kijelölő doboz ezeket a rajzobjektumokat. Jó tudni ezt a különbséget a kijelöléskor, hiszen nagyon sokan tud segíteni összetett rajzoknál, hogy mindig a megfelelő rajzobjektumokat jelöljük ki a munkánkhoz. A kijelölés természetesen az X billentyűvel bármikor meg tudjuk szakítani, valamint fölhívnám még a figyelmet a kék dobozokra, amelyekről majd egy későbbi videóban fogunk beszélni. Természetesen a rajzobjektumokat, amelyeket kijelöltük, ki is tudjuk törölni, ezt legkönnyebben a Del billentyű lenyomásával tudjuk megtenni. Ha mégis vissza szeretnénk vonni ezt az utolsó parancsot, akkor a visszavonás parancsal vissza is tudjuk hozni. Még egyszer kijelölök pár objektumot, majd lenyomom a Del billentyűt, ekkor kitörölöm, most még egyszer kijelölök, lehet látni, hogy bár nagy volt a kijelölő doboz, mégiscsak egy rajzelemet jelöltem ki, amely teljes terjedelmével a kijelölő dobozon belül volt látható. Ha mindent ki szeretnéd törölni, akkor célszerű a metsző dobozzal dolgozni, majd a Del billentyűvel kitörölni a tetszőleges rajzelemeket. A kitörölt rajzelemeket egyébként a HOP parancs beírásával vissza is tudjuk hozni. Ez egyenértékű a visszavonás utasítással. Grafikusan is ki lehet adni a törlés utasítást a szallagon, a módosítás panelen látható, radír, ha megnyomjuk ezt a gombot, akkor ugyanazt a hatást érjük el, mintha a Del billentyűt nyomtuk volna le.